Sziasztok! Sziasztok! Most indulunk Magyarországra. Az a rég megígért termál kempinges menetre megyünk. Lakóval, tesómékkal. Itt vagyunk az autópályán, megállva. Kicsit pihenni, már jöttünk 150 km körül. Aztán lehet, hogy tovább megyünk Horvátországba, de ez még nincs eldöntve. Egyelőre ugye a kemping, meleg víz és pihenés. Úgyhogy gyertek velünk! Sziasztok! A mi nevünk Zsuzsi és Csaba. 2022-ben vettünk egy lakóautót, és azzal próbáljuk bejárni a világ egy részét. Lakófória. Zabálás akció folyik a következő leállónál. Itt írták, hogy nem tetszik. Ajaja. Imre már bevágta a dokkoroszent, és én csak szólok. Igen? Láttuk ám. Nem igaz. Aztán még a bent a lakóautóban nem jelentkeztünk be. Nem. Nem. De szokás szerint, ha mi nyaralni indulunk. Tadám! Ide nézzetek. Esik az eső, természetesen. Nem nagyon törül az egyik ablaktörlőn. Még szerencse, hogy a te feleden töröl nálam. Hát, egy kicsi helyen kilátok. No, de amúgy jól haladunk. Maximum 80-na. Várod, hogy érjünk oda? Na, aha. Igen. Most 5 óra. 5 óra? Nem, 4 óra. Most reggeliztünk. Finom szendvicset a benzinkúttól. Szerintem ma már lekéssük a strandot, de holnap egész nap fog gázni. Az biztos. Na ma este megérkezünk, ugye elfoglaljuk majd a parcellát. Van két napozágyunk. Van két napozágyunk. Mármint, hogy amit hoztunk mi, nem a kempingbe adják. Igen. Oda kikötötte Csaba. És tudjátok, mi újdonság van még? Mi? Én nem tudom, mondja, de most én vagyok a néző. Ajánlottam mindenki, hogy vegyünk ilyen navigációt, ami terautónak való, meg lakónak, meg nem tudom mi, és valaki ajánlotta, hogy az iGo, azba be lehet állítani a méreteket, és én tudtam, hogy nekem legalább 3 navigációm hányadik ott van, amin iGo van. Egyet előszedtünk. És... Igen. Jó, most pont nem megy, mert nem nagyon kell a pályán, meg a tesón mutatja az utat amúgy is elő. De hogy tényleg be lehet állítani. Rátettük a legújabb térképeket, úgyhogy ez nagy segítség lesz. Már használtuk is ugye a Tordai hasadék fele. Igen. Úgyhogy igen. Ez tök jó majd. Na de úgy néz ki, hogy ennyi volt az esőből. Úgyhogy még van egy olyan 100, nem, olyan 70 km a határig, és azután magyar földön vagyunk. És a lakóautó visszamegy a szülővárosába, mármint ahonnan mi vettük. Ahonnan mi vettük, igen. Ugye ezen a pályán jöttünk 2 éve, kb. Pont ilyenkor, de lehaza. Milyen vagány volt, nem? Mekkora öröm volt az. Igen. És még mai napig. Megérkeztünk a Nagylaki határhoz. Amit látjátok, jó idő van. Az eső az nagyon keveset esett, úgyhogy szerencsére egyelőre oké. Okay. Nagyon meleg lett, itt bekapcsoltuk a ventilátort is. Minden is forgatja a meleg levegőt, ugye? És azért jöttünk errefele. Hát ott a Kiskunmajsára megyünk, és akkor itt végig pályán tudtunk jönni. Kicsivel hosszabb, mint hogyha Bors fele mentünk volna, de gyorsabb. Igen. Itt is jöttünk a határon. Könnyen ment, aránylag gyorsan. Megkérdezték a vámosok, hogy ha eredeti motor van az autóban, milyen szépen szól, mondom, hogy eredeti, de csak 140 ezer kilométer. Hát csodálkoztak rajta. Nagyon vagány. És magyar földön vagyunk. 200 méter múlva forduljunk.
halljátok? 200 méter múlva fordul jobbra. A Waze megment. Autópályán vagyunk. Leírtuk a kemping nevét. Egy lejárat nem volt még. De 8 kilométerre mondja, hogy 200 méter múlva fordul jobbra. Megérkeztünk Kiskunmajsára. Van még kb. 4 perc, és azt mondja a víz, hogy odaérünk. És Juna Termál Campingbe megyünk. Legalábbis az a cél. Ezek erősen jól csinálják a dolgukat, ugye, drágám? Nagyon jók ezek a ventilátorok. Ventilátorok, igen. Temuró jöttek, apró pénzé. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy hogy fog kinézni a kemping. Elég sokat utaztunk érte, hogy elég közel vagyunk Kiskunfélegyházához, ahonnan van a lakó. Termál, panzió és kemping. Megyünk, csekkoljunk be. Állítólag itt kell. Milyen ekkora Kiskunmajsa felirat van. Termál üdülő. És azt mondják, hogy ilyen jeges záport, vihart jósoltak mára, de nem volt semmi. Mi milyen édes asztal és szék. Megvan a check-in, és most megyünk, nézzük meg a helyeket. Még kapunk egy kis napot is holnap, hogy teljen a nap ellen, vagy az aksi nem a nap ellen, és ott a strandbejárat. Jaj, nem kértünk áramot, ugye? Igen. Hát majd esetleg a szükségünk lesz rá. Hát, hiszen nem lesz, de meglátjuk. Nézzétek meg az újításomat. Írjátok meg, hogy nektek tetszik ez a szőnyeg. Tordai Hasadéknál vettem, direkt a lakóba. Nekem durván tetszik. Nézzétek meg az őszképet. Ha meg tudom mutatni, így né. Tadám! Hát nem fog látszani most a kempingből. De a boromat tudom. De majd inkább holnap körbe videózzuk, nem? Hát nem is képet. Milyen esti élet, nem? Menjünk, nézzük meg, hogy honnan lehet vizet hozni. És egyáltalán, hogy mi fánterem. De holnap fogunk egy bőven körbe tenni napra. Első reggel a kempingbe. Készül a fincsikaja. Zöldséges rántotta. És ki vagyunk pakolva. Szanaszét.
szeretem a kempinget, de megvan az előnye. Igen. Elhiszem én, hogy finom a bor, de engem ez érdekel. Milyen jó színe van. Igen, a tojástól. És már van ilyen, hát házi, milyen jó illata van. Házi, ugye, és a törőbúza is, azt is apunk termelte. Itt. Kempingbe. Kempingbe készül a palacsinta. Várjál, legyen vágóképp is. De számít, megmondom, hogy miért. Tudod miért, Timo? Szitálba tesszük a mert listát. Ez egy kis kummajsai krépes. De beleszólsz, krépes? Az a neve. De nem hagyjátok szóhoz jutni, na, mondját, ki a főszereplő. Nem mondjátok rendesen palacsinta. Hallod? Gyere, filmezz ebből a szögből egy kicsit. Jövünk így egy kicsit lentről. Azaz. Azaz, jó. Szitálva kéne belerakni. Te csak ezért mondtam. Masszitám. Ja. Látszott? Ülök. Meg van személyesítve a kája. Aztán van egy pár leúzid, mert így jött lefele is. Igen. Ott is. Minden irányból. Nézd meg ezt. Ezt megmondtam volna, hogy szólok, amikor kész. És itt tökről a fél kilencig. És milyen illatok vannak erre felé. Ez a nagyon jó, a durván jó. Mascarpone! Eper, banán, nutellás. Kreppé. Krépestő. Mi lehet tenni nagy kanálra, most már lehet menni a szemben. Akkor ez én. Hogy én már néztem. Akkor tiéd. Na. Majd szóljál. Uta be. Szóljál, hogy milyen lett ez. Ki? Hát én csak meg kell várjálok titeket, nem? Az a válással. Melegen. Milyen? Melegen, finom. Igen. Csabi, te végül? Miért kész? Második reggel. Egy újabb rántotta. Van, aki korábban kelt, már kész van a rántottája. És vagyunk mi. Megyünk vacsorázni. Valami lófejű csárdába. Itt így repolom. Lófejű csárda? Nem. Valami ilyesmi, igen. Azt hiszem, hogy itt túlöltöztem én. Ez is. De... jobb felöltözni, mi megfelelünk. Mi láttunk egy T3-ast, gondoltuk megnézzük közelről, de épp mennek el vele. Szép sárga. Ez is nagyon szép állapotban van. Nagyon szeretem ezt a szint. A téli kabátom ilyen. Egyik.
videón nem nagyon látszik, hát nem erre tért. Itt van a lopófa csárda. Nem erre tért sajnos. Nem. Ilyen közel van? Aha. Ó, hát akkor az nagyon vagány. Hát ott itt a bejárat. Igen, de ott nem úgy nézem, hogy a központban közel lenne, hogy oda sétálunk csak úgy. A telefon. Milyen új telefon. Nem? Aha, egyetértek. Neked is egészséged, drágám. Az mi? Harcsa. Roston sült harcsafilé, gombapaprikás és krumpli, igen. Ez? Csülök lecsóval és krumplival. Minden jól néz ki. Igen. Na akkor... Rajt vágyat. Rajt vágyat. Nem tudom, vége van a vacsinok. Csíte. Mekkorát ettünk? Nézzétek! És hogyha úgy gondolnátok, hogy nem, akkor nagyon tévednétek. Jaj, vigyázz! Mert kiskun majszán álltál fejre először. Jópofa, lópofa csárdába. Megittük a legjobb rozét, megettük a legjobb csülköt. És most meg fogjuk enni otthon a legjobb palit. Itt van Imo, Zsuzsi. Leven tudom? Az ad le, csak megint kivel állítva. Most megyünk a strandra. Csaba! Nem titeket. Nézd ide. Úristen. Van benne ilyen túró. Kírósz. Várj. Mindjárt. Úristen. Aztán nézd ide. Hamburger. Sonkás pizza. Pizza. Kírósz. Úristen, jó étvágy. Az igen. Tett oda valami alá. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Oké. Meg volt a nagy strandolás ma. Holnap lehet hozunk vízikamerát is, mert most nem hoztunk. Most megyünk, együnk egy palacsintát. Ha minden amit, igaz. Amit ugye közösen fogunk megsütni. Vagyis Imoiknak valami jó receptjük. Úgyhogy ha
lakóautó mellett nem mondhatnám, hogy a kemping előnye, mert bárhol megtehetnénk, de most fogunk sütni egy palacsintát. Negyedik nap. Hello! Még mindig itt vagyunk a kempingbe, ilyen hosszan ha már egyszer voltunk életünkben, amikor először voltunk kempingbe, akkor voltunk ilyen hosszan, nem? A lakókocsival, igen, Bulgáriában. De ez most olyan kirándulás tényleg, hogy pihenni tudjunk minél többet. És most megyünk, nézzük meg, itt van valami tó. És kicsit körbejárjuk a kempinget, mert rengeteg szépség van itt. Én nemrég bejelentkeztem, amikor mentem, hívjam fel a Pumát, és elmondtam, hogy vagány, de nem adja azt, amit szeretünk, és hiányérzetem van, és nem hiszem, hogy sokat fogunk kempingbe járni. Így igaz. Viszont ilyen gyönyörűségeket egy helyen, csomó szép himmel, csomó szép lakókocsi, óriási lakóautók. 15 méteresek. Igen. Ez azért úgy vagány, hogy itt egy helyen vannak. És akkor ezen a kapunk, ebben menjünk? Igen. Akkor itt nem tudtunk volna beszökni a strandra tegnap. Nem, mintha akartunk volna. Nem. Ezeket is lehet bérelni ezek szerint. Jól néznek ki. Igen. Kellemes itt a sok fa között. Akkor ez ilyen kemping mellett kemping. Szóval mind, ahogy a drón filmezésen is látszódott. Nem egy ilyen nagyon extrás, mesterséges tó, nem túl nagy. Ilyen. Hát horgászoknak szerintem vagány. Vagány, nagyon. Igen. Ide kiülsz, itt horgászó. Nincs csak. Amúgy nekem tetszik. Kellemes. Madarak csicsergése, zöldövezet. Igen. Tisztaság van. Nekem tetszik. Csend. Csend. Igen. És hogyha horgászol, akkor nagyon szép az egyszer, egy biztos. Tehát ilyen... Ezelőtt vagy 20 évvel... lehet, hogy nem volt 20, csak vagy 10-12 évvel ezelőtt voltam utoljára horgászni. És pont ezt szerettem benne, ezt a csendet és ezt a természet közelséget. Úgyhogy most megyünk egy kört a kempingben is. Lássuk, milyen szépségek vannak még ott. Jöttek egy óriási nagy lakóautóval. Mögé ez az utánfutó. Rajta egy motor. Az elősátor előtt egy elősátor. Azt hiszem, egy kicsit túlzásba vitték. Nagyon vagány. De nézd meg, teljesen be van. Igen. Még mosógépük is van, meg sütő, meg minden. Igen, egy teljesen nagy konyhát, nappalit alakítottak ki. Ott lehet üríteni a WC-t. Itt vannak zuhanyzók, meg mosógép, meg WC-k. És hol lehet a szennyvizet? Itt vannak házikók. Szürke vizet vajon hol lehet? Amiket szintén lehet bérelni, megnézzük azt is. Ha lehet, hogy ugyanott van. És akkor itt így lehet bárhova beállni a lakókkal. Nincs parcellázva, tehát bárhova be lehet állni. Itt hátul árnyékosabb, viszont és halkabb, mint ott, ahol mi állunk. Itt van egy himmer. Igen. Viszont aki nem kér áramot, és a napellemnek kell a nap, annak itt nem annyira jó. Úgy nézem, hogy rá vannak csatlakozva az áramra, majdnem az összes. Hát itt rá is kell, hát ó. Mi ott a szép himmer. Hú, ezt muszáj megnézem.
Ez rövid. Hát... Spank. Már megint finomat kajálunk. 5 perc alatt lett meg. Igen, könnyű, ha megmelegített csak. Nem csak azt csináltam. Nem? Volt még megmaradva a főtt laska, és akkor tettem még hozzá ilyen bolognai szószt és sajtot. Aha. Megint megy a vécé. Igen. Rollerrel jól viszi. Amint látjátok, indulásnak előállítva a lakó. Összeszedtük, elpakoltunk mindent. Most megyünk, hogy keressük meg, hogy hol lehet a szennyvizet leüríteni, leengedni. Fel akarjuk tölteni vízzel, mert megyünk tovább egy másik helyre. Úgyhogy elhagyjuk a kempinget. Életünkben először használjuk a slagot. Úgyhogy nem otthon töltjük. Ez még sehol nem volt ilyen csatlakozó lehetőség. Mondjuk ennek lehet az is az ok, hogy nem járunk kempingbe. Így fogod. És bang. Bang. Jó hosszú. Töltödik is a lakó. Kicsit letűcsoltam magam. Megszáradt. Így azért könnyebb tölteni, mint ahogy szoktuk. Hát, sokkal könnyebb. Még a napkal ki tudja honnan hordozni. Meg volt a víztöltés. Megyünk a recepcióhoz, kérdezzük meg, hol lehet a szürke vizet leengedni, és fizessünk. Megvettük a hűtőmágneseket. És kicsekkoltunk. És jól éreztük magunkat végül is. Jó volt. Nem drága hely. Itt a kempingben nagyon-nagyon kedvesek. A strandon nem minden nap voltak azok, de azért jó. Ez volt a Kiskun Majsai videónk. Elhagytuk a helyszínt, jól éreztük magunkat. Jó idő volt nagyjából. Elég nagyon tökéletes kezdés, nyár kezdés, nem? Igen. Meghosszabbítottuk a nyarat, egy kicsit tudtunk strandolni, és keressetek minden más felületen, Facebook, Instagram, TikTok, mindenhol ott vagyunk. Iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Gyertek a másik csatornára is, a link a leírásban, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok!